Sziasztok, itt az ősz, és hát én kicsit beszorultam, mond a műhelybe, kisházba, és ideje lenne valamit csinálni. Úgy gondoltam, hogy most teszek egy kísérletet, mivel viszonylag sok vörös hagymát ültettem el a jövő évi dugványnak, hogy csinálok egy ilyen, hát ha elődugványozást, egy részét, kb. Negyedét kiveszem a cseréből, és egy átültetem egy másik helyre. És mivel felállítottam azt a sátrat, amit levettem a krumpliról, azt felállítottam az ágyás mellé, megpróbálom én abba átteleltetni, átdugványozni a vörös hagymát. De még mielőtt ennek neki tudnék állni, először kell csinálnom egy cserepet, vagy hát egy nevelő tálat, vagy nem is tudom minek nevezzem. Mivel az összes hosszú cserepemet elhasználtam, ezért aki követte a csatornámat, az tudhatja, hogy a régi komposztálónak a faanyagját azt én nem dobtam el, hanem félreraktam. Hát, ha jó lesz még valamire. És abból most három darab lécből fogok csinálni egy komposzt, vagy hát egy cserepet, vagy nem is tudom, minek nevezem ezt, egy nevelő tálat, vagy nem is tudom. Talán ez a legegyszerűbb megoldás, elnevezés. Nagyon egyszerű a dolog. Alulra rakunk, kiválasztunk három egyforma méretű lécet. Ezek sima, egyszerű zsaluzó lécek voltak annó, amikor a házat építettük, akkor nem dobtam el, nem égettem el, hanem ezt megtartottam. A jobbakat. Tele van lyukakkal, ha megnézitek, itt van, szú is megette már egy kicsit, de mondom, ez 6 éven keresztül komposztálóként is működött. Most pedig úgy gondoltam, hogy cserép lesz belőle. Körülbelül annyi lesz, hogy így egymásra fogom rakni, hátulról meg fogom szegelni és csavarozni, és utána feltöltöm földdel. Elkészültem a ládával, hát semmi extra igazából. Ha nézitek, ez alapvetően tényleg csak egy kis fa láda. Kicsit megcsiszoltam, hogy azért szálka ne álljon a kezembe, ahogy dolgozok benne. Körülbelül 15 cm mély, és körülbelül hát olyan 10 cm széles maga az egész láda. Ezt most feltöltöm földdel, és akkor megmutatom, hogy hogy ültetem, hogy dugványozom el ebbe a ládába a vörös hagymát. A cél az, hogy dújhagymát tudja enni január-februárban, hát majd meglátjuk, hogy hogy sikerül. Első lépésben ezt a faládát egy kicsit itt az alját megtöltöm földdel. Körülbelül 2-3 cm mélységig. Ezt hozok egy segédeszközt, mert sima termőföldet használok. Még látjátok, van benne egy ilyen, hát valami virághagyma. Látszik, ahol felszedtem ezt a földet, ott valaha virágokat ültettem. Nálam ez előfordulhat, hogy a kert különböző pontjain virágokat találok, és kikelnek. Mindenképpen igyekszek egyenletesen elosztani. Azért nem rakok nagyon mélyebbre, vagy nagyobb vastagságot 2-3 centinél, mert a hagyma dugványokat akkor kapok szép, fehér új hagymát, ha minél mélyebbre ültetem. Nem szükséges tényleg 2-3 cm-nél mélyebbre ültetni a hagyma, vagy hát a mélyebb gyökérzetet hagyni nekik. Egyrészt ez a talaj nagyon jó, szerintem. Tele van energiával. Másrészt azért kell ilyen porhanyós. Évek óta ezt a területet, ahonnan ezt felszedtem, nem műveltem, csak fűmulcsal gazdagítottam. Na, hozom is a hagymákat. Na, be is hoztam a komposztágyásból ról ezt a dugványozni való hagymát. Látjátok, nagyon gyönyörűen magával cserébe, nagyon gyönyörűen begyökeresedett. Hát, lehet, hogy egy kicsit korán ültettem el még nyáron. De ezt még én szintén tanulom ezt a, hogy mikor dugványozunk előre hagymát a jövő évre. Most annyi a dolgom, hogy óvatosan szétszedem. Látjátok, ilyen apró kis szárakra szedem, és belehelyezem a
cserépbe, most hát ebbe az edénybe, amit csináltam. Nagyon a tőtávolságra nem figyelek, mivel ez tényleg új hagymának és nem vörös hagymának készül, ezért akár lehet egy kicsit sűrűbb, szóval nem kell ilyen egy tenyérnyi helyeket hagyni, elég az, hogy egy ilyen körülbelül, hát azt mondom, 2-3 újnyi helyeket lehet hagyni. Nem tudom, hogy hány fog beleférni ez, majd a végén megmondom, hogy milyen hosszú ez a cserép. Ja. Akkor utcú neki. Kíváncsi leszek, hogy hány darab vörös hagyma fog beleférni. Ez emlékeim szerint spanyol óriás elnevezésű vöröshagyma, fantázia nevű. Hogy ebből óriás lesz-e, azt nem tudom. Magról ültettem, az biztos. És... Na pont jó számot hoztam be. 2 darab maradt, de hát... annyi baj legyen. Ezt megmutatom nektek közelebbről is. Szóval látjátok, hogy így körülbelül ez a távolság a vöröshagymának. Igyekszek elrendezgetni, és akkor most csak annyi a dolgunk, hogy betemetjük. Hát első körben szerintem én ezzel a földdel, ami volt a földje, azzal temetem be, hogy azért mégis valami hasonló közegbe kerüljenek. Nem nagyon érdekel, hogy benne vannak a gyökerek, majd ami nem kell, az úgyis elruhad. Van elég ígélet, én úgy gondolom, a földbe, ami meg tudja oldani nekem ezt a problémát. Próbálom azért egyenesbe tartani a hagymákat, hogy ne legyen velük probléma később se. És most jön a jó kis anyagos termőföld. Ilyenkor nyugodtan el lehet ültetni jóval mélyebbre, mint a maga az eddigi fehér, ahol volt a hagymaszárát, és akkor így lesz hosszú fehér új hagymány. Látjátok, egy kicsit azért vissza is fordítom, hogy a belső felét is megszórom földdel, hogy ne támaszkodjon neki ennek a cserépnek az oldalfalához, és próbálom egyenesbe hozni a földdel. Óvatosan bánok azért vele, azért biztos, hogy egy elég nagy sokkot kap most a növény, hogy kikerült a saját kis közegéből. Ezt nyugodtan feltöltem jó magasra, amennyire csak tudom. Egyrészt úgyis majd összeesik a föld, másrészt azért minél hosszabb fehér, esetleg új hagymát szeretnék enni január-február körül. Ez egy terv, sose csináltam, így egyáltalán nem csináltam. Kíváncsi vagyok, hogy bejön-e. Láttátok többször is, hogy azért amit kísérletezek, próbálkozok, az nem mindig jön be. Na, elkészült, megmutatom. Aztán kíváncsi leszek, hogy működik. Na, meg is locsoltam. Most, hogy így beraktam és meglocsoltam, eszembe jutott, hogy ez a facserép, ez még egy dologra nagyon jó lesz. Ez egyfajta önlocsoló cserép, mert a belső fele az úgyse festékes, be tudja szívni magába a vizet, és át tudja adni a földnek. Szóval egy nagyon jó kis önlocsoló cserép lesz, vagy lett. Hát kíváncsi vagyok, hogy fog működni. Ez egy ilyen gyors kis őszi veteményes videó volt. Kövessétek a csatornát, és meglátjuk, hogy hogy fog sikerülni januárba. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, további szép napot, sziasztok!